Világotás véreim, tetején mást az Istennek irántam való nagy szeretetéért, irgalmáért. Csak azt, hogy áldom, és neki éneklek, amíg élek. Csodálatos Istenünk van. Arról az Istenről szeretnék bizonságot tenni, aki ma is él. Aki tegnap és ma ugyanaz. Aki felemelt és visszahozott a halál árnyékának völgyéből. Aki megszabadította az én lelkemet a kárhozattól, a Seulból hozott vissza, de megkönyörült a testemen is. Arról az Istenről szeretnék bizonságot tenni, akinek minden szava igaz, akire lehet építeni, számítani, aki sohasem hazudik. Mégpedig arról, hogy hogyan ismertem meg őt életem eddigi legnagyobb próbájában. Egy betegség, egy esés után, bocsánat, addig semmi bajom nem volt, nem fájt a fejem, 40 évesen voltam, erős fiatal. Az esés után erős fejfájással bevittek a megyei kórházba. És ott egy olyan injekciót kaptam a fejembe, úgymond fejfájás csillapításként, amitől azonnal önkívületi állapotba kerültem, kómás állapotban. És itt szeretném elmondani, hogy én azt hittem, hogy készen állok az Úrral találkozni, de nem így volt. És az, aki bennünket a legjobban ismer, az az Úr. Ő látta ezt, és az ő nagy irgalmából visszahozott engem a harmadik napon. Aztán a doktor bácsi azt mondta, hogy minden rendben van, de nem így volt. Megpróbálta eltusolni úgymond a tévedését, ez egy kísérleti injekció volt, mai napig sem lehet tudni, hogy miből állt. És nagyon nehezen kerültem fel Kolozsvárra, ahol úgymond a legjobb orvosok vannak. Ott kiderült, hogy az agyamon ilyen kis zacskók kezdenek lenni, azok elkezdtek sokasodni, szaporodni, és le volt bénulva a jobb kezem, a hangom alig hallatszott, illetve a szememmel alig láttam. A professzor úr, mert Istennek hála, hiszem, hogy az Úr hozta elünkbe, azt mondta, hogy ez a betegség antibiotikumokkal gyógyítható. De ha belegondoltam, hogy mi lesz, hogyha nem, hogy fel kell hívni a kórházat és milyen eszközökkel, akkor be kell ismernem, hogy elfogott a félelem. Napokig kellett várni, ameddig annyira felerősített, hogy hozzám tudtak nyúlni. Igen, meggyógyíthatott volna, de ő nem így látta jónak akkor. Megengedte a műtétet, de ott volt velem. Ott volt, ahova a legdrágább szeretteink, testvéreink sem jöhetnek velünk. Fogta a kezem, az angyalaival, hiszen vigyázott rám, bölcsességet adott a doktor bácsinak, az ápolóknak, mindenkinek, és áldott az ő neve, hogy sikerült a műtét. Aztán az ötödik nap, mivel borzasztó körülmények vannak az agysebészeten, hazaküldtek. Haza, ahol az Isten küldött. És az ő szavára mentünk, Hátszegre, ahol mai napig is lakunk. Ott pedig kicsike kórház lévén nem tudták megadni azokat az erősítőket, amire szükségem lett volna. És félelmetes és fájdalmas volt, hogy úgy vitt el a mentő onnan vissza Kolozsvárra, hogy a parókia ajtaján nem tudtam bemenni, sem felkelni, és a mentőből. De az Úr velem volt akkor is. És Kolozsvárra felkerülve egyik kórházból vittek a másikba,
nem kapták a bajomat. Nagyon magas lázam volt, erős fertőzés volt a véremben. És különböző betegségekkel gyanúsítottak. De az Isten mindig visszafordította. És egy alkalommal a fertőző kórházból átküldtek, úgy van, mint utolsó állomásként az onkológiára, hogy biopsziát vegyenek a nyirokmirigyből. Ott, amikor megláttak, azt mondták, hogy ha elaltatnak, nem vállalják a felelősséget, ebben az állapotban nem ébrednek többet föl. Nagyon gyenge voltam. Mínusz 25-30 kiló, mint ami most vagyok. És amikor a fertőzőre visszavittek, ott azt mondták, hogy szintén ebben az állapotban egy ágyat kapok éjszakára, de mivel ott fertőző betegségek vannak, nem tarthatnak tovább. És úgy, ahogy addig is, az Úr az igéje által erősített nap mint nap, és adott erőt az aznapi harca és küzdelmekre. Aznap szintén az útmutatóból a férjem felolvasta az aznapi igét. És az aznapi ige Jób könyvéből volt, hogy Isten mi mindent megengedett Jób életében. Elvette a vagyonát, a szolgáiból csak egy-egy maradt hírmondónak, és a gyermekei is, mint meghaltak, fiai és lányai is. És hogy olvasta az igét, a szívemben egy mérhetetlen fájdalom és lázadás tört föl. És elkezdtem kérdezni, hogy miért engedett meg, Uram? Hallgass, ne olvasd többet az igét. Mit vétettem az Isten ellen, hiszen úgy gondoltam a magam esze szerint, hogy mindent tőlem telhetőt megteszek, becsületesen élek, hűséges vagyok munkában és mindenben. Miben vétettem az Isten ellen? És az a csodálatos, hogy Isten nem hagyja az övéit ebben az állapotban. A belsőmből szólt, hogy hol vagyok én Jóbtól, hogy mindenen áldás van az életünkön, csak az egészségemet ingatta meg. És lecsendesítette a szívemet, akkor az Úr. És tovább harcoltunk. Tudni kell azt, hogy amikor az agyműtéten volt vasárnap este, akkor az Isten román népétől kértünk ima támogatást, azért, hogy az Úr könyörüljön meg rajtam. Most pedig az Isten magyar népétől, Marosvásárhely környéke, Kolozsvárról a testvéreinket ismertünk, és közösségünk volt, akik között, vagy akikkel szolgáltunk. És így mentem át, következő nap vittek át az onkológiára. És tudni kell, hogy olyan erőt adott az Úr, pedig éhes voltam, nagyon legyengült, ugyanúgy, mint aznap, azelőtt való nap. Annyira éreztem az imának az erejét, hogy úgy éreztem, mintha nem is a földön lennék, hanem lebegnék. Hogy az Isten itt tart a kezében, a tenyerében, hordoz. És aznap az ige a 74. Zsoltár végéről volt. Most már kelj fel, Uram, és harcolj a te ügyedért. Én abban az állapotban nem tudtam megjegyezni minden nap csak 2-3 szót. De az a 2-3 szó, mivel Istentől kapott eledel volt, elég volt mindig a harcra. És te mindig így bátorított és bíztatott. Ekkor történt meg az, hogy úgy sarokba szorított az Úr, nem számíthattam és nem bízhattam többet emberekbe, sem abban, hogy én is a szolgája vagyok, vagy hogy fiatal és erős, hogy mit tettem. De benne bízhattam. Nem adott nekem más lehetőséget az Úr akkor, csak hogy benne bízzak, belé kapaszkodjak. És tudtam, hogyha maga a hatalmas Úr felkel, akinek a kezében van minden, az élet is, a halál is, minden tőle függ,
a földön is az égen, hogyha ő valamit mond, ő nem ember, hogy hazudnék nekem. És általa megerősödve mentünk át az onkológiára. Ott nem kellett elaltatni. Úgy rendezte az Úr, és a biopszia alatt még imádkozni is tudtam az ő kegyelméből és segítségével, nem csak magyarul, hanem román nyelven is, ami abban az állapotomban nagyon nehéz volt. De hiszem azt, hogy az Úr, akkor, amikor imádkozunk, vagy ott is velé kapaszkodunk és bizonyságot teszünk, fel tudja használni azoknak az életében is, akik körülvesznek bennünket. És 10 napig várni kellett, amíg a biopsziának az eredménye Bukarestből megjön. Nagyon sok mindent láttatott meg velem a kórházban tartózkodásom ideje alatt az Uram. Láttam nőiességük nélkül levő nőket. És ha megvizsgáljuk a szívünket, kedves nőtestvéreim, hányszor vagyunk, vagy voltunk elégedetlenek azzal, hogy kinézünk. Mindenünk az Isten ajándéka. Aztán láttam, és ezeket mind a szívemre helyezte Isten, haj nélküli nőket, férfiakat, gyerekeket, akik a kemoterápia miatt veszítették el a hajukat. Én is kopasz voltam, mert műtét előtt lenyírták a hajamat. És tudom azóta, és becsülöm, hogy ami hajam most van, ez az Úr ajándéka, és neki legyen ezért is hála. Aztán félelmetes volt nézni, ahogy a fájdalom és egyedüllét miatt, magány miatt az agysebészeten egy kis idős néni elveszítette az eszét. Nem a nagy fizikai fájdalom miatt, hanem a lelki fájdalom, félelem és kétségbeesés miatt. És nem akkor értettem meg, hanem később. Az, hogy nem a bűneimből függőse volt ez a próba, hanem az Úr azért engedte meg, hogy megtanuljak rá figyelni. Emberben bíztam, körülményekre figyeltem, emberek szeretetét koldultam, azokét, akik maguk is arra szorulnak. És azt a szeretetészségemet és mindannyiunknak csak az Úr tudja betölteni. Ő tud békességet adni, ő tud lecsillapítani. Azt láttam a kórházban, hogy ő a legjobb lelki gondozó. És úgy munkálkodott a szeretteim életében és szívében is, hogy nem engedte őket összeomlani. És az, hogy ennyi minden után itt állhatok, beszélhetek, hogy visszaadta a kezemet, a látásomat, a hangomat, ezért csak ővé legyen a dicsőség, és ezért nem teltem meg, hogy hallgatok. Mert az egyik kórházban külön a szívemre helyezte, az a tüdő rehabilitációs kórház volt, Pál és Szilás története alapján, hogy nem tettem meg, hogy amiket láttam és hallottam, azokról hallgassak. És arra hivattunk el mindjárt, hogy az Isten nagyságos dolgait hirdessük. És én nem beszéltem arról, hogy ez az otthonunk, most Hátszegen, lassan 17. éve, ez egy a felső egyházi vezetőink által kijelölt büntetőhely. És én elfáradtam abban, ami ott van, vagy volt. Levettem a tekintetem az Úrról, megfeledkeztem arról, hogy micsoda kiváltság, ha egy picikét is szenvedhetek, vagy tünk, az Úr nevéért. És arra is meg akar tanítani, hogy ne a körülményekre nézzek, ő ilyen körülmények, vagy bármilyen körülmények között is meg tud tartani,
hogyha van mit együnk és felvegyünk, az ige arra tanít, legyünk elégedettek. És a próba pedig megtanított, hogy azok, akik az Isten szeretik, minden egyaránt javukra van. Hogy az Isten gyermekei, attól kezdve, hogy az övé lettünk, nem azt jelenti, hogy többet, semmi bajunk nem lesz. Bármit enged meg az ő szeretetéből, mindig az örökké valóságra tekintve, a lelkünk üdvösségére engedi meg. És én abban, ami ott volt, megkeseredtem, és ilyen mélységbe kellett megengednie, hogy bemenjek ahhoz, hogy felrázom abból az állapotba, ból is ráfigyeljek, és őt áldjam, és dicsőítsem, és magasztaljam. A tizedik nap pedig visszatérve, amikor megjött a biopsziának az eredménye, akkor az volt az Isten igéje szintén Jób könyvéből, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen a neve. És amikor bejött a felelős orvosnő a beteg szobába, ennyit mondott, hogy nem tudja megmondani, hogy honnan jött a fertőzés, de azt sem tudja megmondani, hogy hova tűnt el. 40-en fejüli lázamból tudni kell, és 47%-on fejüli fertőzés volt a véremben, és 50 felett halál. Ilyen mélységből hozott vissza az Úr, állított helyre, nem önmagamért, nem csak a családomért, hanem azért, hogy bizonság legyek, akárhova meghívnak, ne a magam gyengeségére néznek, se a kísértésekre, hogy az Úr az Isten, nincs más. Minden az ő kezében van. Bízzunk benne, rátámaszkodjunk, és dicsőítő életet éljünk. Hálával a szívünkben. Végezetül pedig szeretnék egy éneket énekelni, és akik tudjuk, együtt énekeljük örömmel és álmodással. Nincs olyan fájdalom, mit meg nem voltam. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdítok. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nincs olyan nagy bánaton, amin ő nem segít. Mert a világnak terheit mind bánaim voltak. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert a világnak terheit mind bánaim voltak. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Sokszor azt gondolod, hogy tőled új messze van. Hiába kiáltasz, mert minden szó hasztalan. Pedig ő tegnap is ma örökké ugyanaz. Ha minden elmúlik is, de igéje megmarad, mert világnak terheit mind bánaim voltak. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd, mert világnak terheit mind bánaim voltak. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd, Jézus. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.
Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát, a Máté evangéliuma 26. fejezetéből olvasom, a 26. fejezet 69. versétől a fejezet végéig. Isten hozzánk ebből az igerészből fog szólni, fennállva tiszteljük meg Isten igéjét, és hallgassuk alázatos szívvel. Péter ez alatt kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem ezt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem ezt az embert. És akkor nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, amikor ezt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Drága testvérek, ma este az evangelizációnak a harmad napja van. Jó lenne, ha valaki egyszer megszámolná, hogy hányszor szerepel ez a szó a Bibliában, hogy harmadnap. Ugyanis van harmadnap, testvérek. Van nagy péntek az ember életébe, hallottátok a bizonságtételbe, de van harmadnap, amikor Isten megnyitja a sírokat, és ki lehet jönni a sírból. Harmadnapra ketté nyílik a Jordán, a halál folyója, és át lehet menni száraz lábbal a Jordánon, be lehet menni az ígéret földjére. Három nap kell ahhoz, hogy az alkohol kitisztuljon valakinek a szervezetéből teljesen, ha nem iszik. És drága testvérek, három nap kellett Pál apostolnak is arra, hogy lásson, hogy a sötétségből világosságra jusson a damaszkuszi úton. A kérdés az, hogy a mi életünkben mi történik harmadnap. Ennek az evangelizáció sorozatnak ez a címe, hogyha az Isten szól hozzád, ne keményítsd meg a szívedet, ne öld meg a lelkiismeretedet. És az első este hallottuk, ahogy Heródes megölte a lelkiismeretét, levágattatta keresztelő Jánosnak a fejét, az élő lelkiismeretét, hogy többet ne szóljon, de a Biblia azt mondja róla, hogy megszomorodva tette ezt. A tegnap este hallottuk azt, hogy hogy ölte meg Ákán a lelkiismeretét a sineári köntösért, az aranyrúdért, a marék ezüstért. Elolvashatjuk az evangéliumból azt, hogy hogy szomorodott meg a gazdag ifjú, aki szeretett volna a mennybe jutni, de az volt az elve, hogy én követném Jézust, nekem kellene az Isten országa, de lehetőleg ne kerüljön semmibe. Ne kelljen ezért adjak semmit. Ne kelljen érte, megfizessem az árat.
kell az üdvösség, mert ki az a bolond testvéreim, akik közülünk a pokolba akarnak kerülni? Gondolom, hogy senki. Csak hogy drága testvérek, az üdvösségért oda kell tenni az oltára valamit, hogy az égjen. Isten oda tette a magáét, és az embertől nem vár egyebet, mint azt, hogy az ember oda tegye saját magát. Ahogy Calvin mondta, a szívemet égő áldozatul az Istennek ajánlom fel. És drága testvérek, szó van az evangéliumban arról, az 1 Korintus 10-ben, hogy van Isten szerint való megszomorodás, amely az ember életében megbánhatatlan megtérést idéz elő, és holnap este látni fogjuk a Júdás életébe, hogy van világ szerinti megszomorodás, amikor az ember eljut ugyan a bűntudatra, még az is megtörténik, hogy elmegy a templomba, s beül egy gyontatószékbe, az is megtörténik, hogy a rózsafűzérrel elmond minden nap 100 Szűz Máriát, meg Üdvözlégy Máriát, és testvéreim, mégse kapja meg a feloldozást, mint Júdás, és maradt testvéreim a halál, a pusztulás, a kárhozat. A ma esti örömhír az, hogy lehet az életedbe egy Isten szerint való, egy Isten által gerjesztett megszomorodás, és ennek a megszomorodásnak az áldását mutatja meg a Péter története, testvéreim. Péter története azért különös, mert Péterrel ez a tagadás akkor történik meg, amikor ő már 3,5 évet járt Jézussal. Látta Jézus gyógyítani. Együtt járt Jézussal a vizen, a viharba. Látta, hogy Jézus megsokasítja a kenyereket. Látta, hogy meggyógyítja a leprásokat. Hallotta a hegyi beszédet. És ez a Péter volt az, aki Cezárea Filippibe azt vallotta, konfirmált, és azt vallotta a konfirmációjába Cezárea Filippibe, hogy Uram, mi kihez mehetnénk? Mi megismertük, én megismertem, rájöttem arra, hogy te vagy az élő Istennek a fia, és ez a Péter bizonságot tesz és követi Jézust. És nézzétek meg, hogy úgy, ahogy az egyik első este a világ miatti szeretete, a tánc, a muri, a barátok, az ivászat, a szórakozás miatt megszomorodva megöli a lelkiismeretét, úgy, ahogy a második este lop Jerikóból, és egy sineári köntösért, meg egy marék ezüstért, meg egy rúd aranyért eladja a lelkiismeretét, ugyanúgy ma este látunk egy embert, aki gyávaságból, félelemből, megalkuvásból, testvéreim, egy olyan körülmény áll elő, hogy megtagadja azt, hogy ő egyáltalán ismeri is Jézus Krisztust. Nem ismerte saját magát. Ezért, drága testvéreim, ma este szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az életünkben, hogy kicsoda a gazdánk. Kicsoda az életünknek a gazdája. Mert ha az életünknek a gazdája az Úr Jézus Krisztus, ennek a történetnek az a vége, hogy még onnan is, a tagadásból is van visszaút. Amikor hazakerültünk a feleségemmel, Etelkával, szinte 100 nap kálvária után, Románia legborzasztóbb kórházaiból, legfélelmetesebb helyeiről, úgy hultak az emberek mellettünk, mint a legyek, és hazakerültünk, az egyik gyülekezeti tagunk
Azt kérdezte, na, tiszteletes úr, mire volt jó a maguk nagy hite, ha magukat elengedte az Isten, hogy ezeken, mindezeken keresztül menjünk. És akkor azt mondtam neki, hogy Jóska bácsi, arra volt jó, hogy én 17 évvel ezelőtt, egy februári este, amikor az én Istenem azt ígérte nekem, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Testvérek, nekem nem rózsás útat ígért akkor az Isten. Meg nem eurókkal tele zsebet ígért az Isten, meg nem kényelmes életet ígért az Isten, hanem azt mondta, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én tudtam, hogy lesz nyomorúság. Csak hogy testvéreim, azon az estén Isten elmondott egy titkot, és ez a titok az, hogy megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. Megpróbálva leszünk, mert el kell váljon az életünkből a salak az aranytól. Le kell olvadjon a salak, és a salak csak a kemencébe olvad le, testvérek. Ha valaki tiszta akar lenni, ha valaki meg akar tisztulni, ha valaki értékes fegyver és szerszám akar lenni az Isten kezébe, annak keresztül kell mennie a tüzön. Van próba. És drága testvérek, a próbába megnézik az embernek a szakító szilárdságát. Csak az lesz oszloppá a mennyei Jeruzsálembe, akit kipróbálnak ezen a földön, hogy bírja a terhet, bírja a nyomást. Ki nem próbált oszlopra, nem laknak emeletet. És testvéreim, 17 évvel ezelőtt én azon az estén az életemet, a jövőmet, a családomat letettem ennek az Istennek a kezébe, aki azt ígérte, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítallak téged, és te dicsőítesz engem. Mi volt a különbség? Én is láttam azokat a nőket mell nélkül, méh nélkül, haj nélkül, megkapva a folyósón a halálos ítéletet, mert kaptak egy papírt, és a papírra az volt írva, hogy még van 3 hónap hátra. Ott láttam, hogy kiolvassák belőle. Még van 6 hónap hátra, még van 2 hét. Készülj! Készülj! És testvéreim, láttam, hogy a fal mellett lecsúsznak a mokét a szőnyegre, mert nem bírta őket a lábuk. Én is megkaptam a papírokat, nem egyszer. És testvéreim, én is lecsúszhattam volna a szőnyegre, a fal mellett. De a különbség az volt, hogy nekem ott volt egy Istenem, akivel én évekkel ezelőtt szövetséget kötöttem. Nem tudom, testvéreim, mibe fogok meghalni. Alzheimer-korba, Parkinson-korba. Olyan leszek, mint Pap László pomázi lelkész, aki engem elvezetett a Krisztus keresztjéhez, hogy az András kórházban az utolsó napokban nem tudott 2 szót összerakni, a Hodgkin-kor miatt, mert ma este, testvéreim, mi úgy teszünk előttetek bizonságot etelkával, hogy tudjuk, hogy egyszer az életünkben elmarad a csoda. Egyszer majd lesz egy ajtó, amint Bódis Miklós nem fog kijönni. De szeretném elmondani azoknak a fiataloknak, akik ma este itt vannak, és megérik ezt, és meghallják a hírét, hogy azon a napon Bódis Miklóssal a legnagyobb csoda történt, hazament. Hazament, hazamehetett. És testvéreim, a legnagyobb csoda az életünkben az, hogy hazamehetünk. Hogy van örök élet, és hogy az Isten kiválasztott, nagyobb csoda, mint az új embernek a szíve, az embernek a megtérése, ennél nagyobb csoda nincs, mint amikor egy embernek megváltozik az élete.
És testvéreim, ez a különbség, hogy amikor nyomorúságba jutsz, amikor bajba kerülsz, van-e neked, akit segítségül hívni? Miért? Mert már jóval előtte még volt épp eszem, még volt egészségem. Én azt látom, testvérek, nagyon sokan, hogy a rákjukat akarják odaadni mindig az Istennek. Uram, rákos lettem, vedd el. Uram, vedd el a mankó botomat. Vedd el a tolószékemet. Vedd el a ráncos, fehér hajú, reszketőkezű életemet. És mindig azon gondolkozok, hogy miért nem adtad oda az Úrnak a fiatalságodat? Miért nem adtad oda az Úrnak a szépségedet? Miért nem adtad oda az Úrnak az erődet? Miért venni el a rákot? Miért venni el a ráncokat? Miért venni el a nyomorúságodat? A többivel mit csináltál? A többivel mit csináltál? Drága testvérek, meg vagytok váltva? Le van-e téve az életed az Úr kezébe? Mert lehet dicsekedni Bódva Szilason azzal, hogy van egy áldott pap a családjával, akit Krisztus követ és neki szolgál, és lehet örülni annak gyönyörű szép, amit itt elvégeztetek munka, a parókián meg a templom körül. Testvérek, lehet dicsekedni, lehet örülni, de ez még nem megváltás. Ez még nem üdvösség. Ez még nem örök élet. El vagy-e pecsételve, és el vagy-e jegyezve mennyasszonyul az Úr Jézus Krisztusnak? Mert nézzétek meg, én hiszem azt, és úgy gondolom, hogy ez az este is ítélet lesz Bódva Szilasnak. Ítélet lesz Bódva Szilasnak. És azt fogják mondani majd egyszer a Bódva Szilasiak, avagy nem a mi utcánkon furuljáztál? Avagy nem a mi templomunkba prédikáltál? Avagy nem-e ott voltam én is azon az evangelizáción? Soknak majd hallani kell azt, hogy nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Testvérek, van két kérdés a Bibliában, amire nincs felelet. Amire nincs felelet. És ez a kérdés, az első kérdés az a hitetleneknek szól, a meg nem térteknek szól. És így hangzik ez a kérdés, hogy téged, akit a bizonságtétel ekkora fellege vesz körül, mi ment meg majd az eljövendő haragtól és ítélettől, ha nem törődsz akkora nagy üdvösséggel. Drága testvérek, vannak Magyarországon olyan vidékek, vannak Szerbiában olyan vidékek, vannak Romániában olyan vidékek, hogy ilyen kicsi felhőcskével megelégednének. És örülnének annak a kis felhőcskének, amiben ti itt dúskáltok, mert a bizonságtételek fellege vesz körül titeket. Valaki van itt, akit nem vett körül a bizonságtétel fellege? Van itt valaki, aki még nem hallott bizonságtételt? Nem hallotta azt, hogy van az élő Istennel, a megváltó Krisztussal egy személyes találkozás? Van itt valaki, aki még erről nem hallott? Mert én Erdélyben 30 éves koromig erről nem hallottam. Nekem senki nem mondta el, pedig ott ültek a kollégáim mellettem a teológia padjaiba. És én mindig azt hittem róluk, hogy ezek olyan faluból jönnek, meg olyan pap nevelte őket, meg olyan helyről kerültek ide, hogy ilyen a neveltetésük, ilyen a lelki életük. Senki le nem ült velem, hogy elmondja azt, hogy nézd, Miklós,
Nekem volt egy személyes találkozásom az élő Istennel, és lehet, van egy ilyen találkozás, amitől megváltozik az embernek az élete, a régiek elmúlnak, testvérek, az Isten nem fótozni akar ma, nem javítani akar rajtad, hanem azt akarja, hogy a régi múljon el, a régiek elmúlnak, és imé újjá lett minden, aki Krisztusban van. Érted, hogy miről beszélek? Mert drága testvérek, ott van ez a kérdés, hogy téged, akit a bizonságtételnek ekkora fellege vesz körül, majd mi ment meg az utolsó nap az ítélettől? Mit fogtok tudni mondani az Istennek, hogy nem tudtad, nem hallottad? Nem hallottad? És drága testvérek, ma Magyarországon, és ma Erdélybe, és ma Európába látok egy olyan lehetőséget, amilyen soha nem volt még. Mi gátol téged meg abba, hogy megtérj? Ki az, aki, mi az, ami meggátol téged abba, hogy Jézus Krisztust tiszta szívvel igazán kövest? Mi hátrányod származik belőle? Ezért súlyos a kérdés, hogy téged, akit a bizonságtétel ekkora fellege vesz körül, mi fog megmenteni az utolsó nap az ítélettől, ha nem törődsz. Testvérek, engem soha nem azok rettentenek meg, akik szembeszállnak az evangéliummal. Tudjátok, hogy engem mi rettent meg? Hogy kimegy a sok meghívó, és egy csomó ember fütyül rá. Hogy megtörténik a lakomára való meghívás, elér az Isten szele, elér a hívogatás, és én közömbös vagyok. És semmi nem zökkent ki. Engem abból az állapotból, amiben vagyok, mert jól van így. Jól érzem magamat így. Miből kellene nekem megtérjek? Jól van így. A feleségem is 40 évig azt hitte, hogy jól van úgy. Azt hitte, hogy minden rendben van. És jött egy vihar, és a viharba fel kellett ébreszteni Jézust, és a viharba, testvérek, fel kellett ébredjünk mi is. Fel kellett ébredjünk mi is. Drága testvérek, a másik kérdés, amire a Bibliában nincsen válasz, az meg a hívőknek szól. Jézus azzal kezdi ezt a történetet, amivel ez a kérdés fejeződik be, azzal kezdi ezt a példázatot a Lukács 18:1-be, hogy szüntelen egy példázatot mondott nekik, hogy szüntelenül imádkozni kell, és nem szabad belefáradniuk. És Jézus elmond egy történetet a tanítványoknak, hogy egy városban volt egy özvegyasszony, aki naponta rájárt a polgármesterre, hogy szolgáltasson neki igazságot a haragosával szembe. És a polgármesterről azt mondja Jézus, hogy az Istent nem félte, és embert nem tisztelt. De mivel ez az özvegyasszony annyit járt a fejére, hogy egyszer azt mondta ez a hamis bíró, hogy bár Istent nem félek, és embert nem tisztelek, csak azért igazságot szolgáltatok ennek az özvegyasszonynak, hogy szabaduljak már meg tőle, ne járjon annyit a fejemre. És ekkor Jézus azt mondja, halljátok, mit mond a hamis bíró? Ha ő tud igazságot szolgáltatni az özvegyasszonynak, vajon mennyivel inkább igazságot szolgáltat nektek a ti mennyei atyátok,
ha éjjel és nappal kéritek őt. És most jön az a kérdés, amire nincs válasz a Bibliába, mert ezt a kérdést ma este te kell megválaszolt személyesen. De ha az embernek fia visszajön, vajon talál-e hitet a földön? Vajon, ha az embernek fia visszajön, és testvéreim, ha biztos lenne az, hogy talál hitet a földön, akkor Jézus nem tette volna fel ezt a kérdést. Hogy vajon, amikor visszajövök, találok-e hitet ezen a földön, és mindjárt látni fogjuk azt, hogy Jézus ezt a kérdést az imádkozással köti össze, és a Péter problémája is tagadása, tagadásának is ez a gyökere. Ezzel kezdődött a tagadás útja, hogy Jézus a Gecsemánéba azt mondta, maradjatok itt és imádkozzatok. Ők pedig mit csináltak? Aludtak. Ők pedig aludtak, testvérek. Ha az Isten fia visszajön, vajon talál-e hitet a földön, testvérek? Még egyszer kihangsúlyozom, hitet, nem vallásosságot. Mert testvérek, jövőbe is menni fognak a halálvonatok Csíksomlyóra. Százezeressével viszik majd az embereket. És lesznek körmenetek Mária Pócsra, és menni fog a magyar nép. És lesznek áldozóhalmok fenn a Pilisen, tele van a Pilis áldozó, pogány áldozóhalmokkal, és menni fognak az emberek. És drága testvérek, amikor majd a pápa Kubába fog járni, akkor azt látjuk majd, hogy 50 millió ember összegyűlt a prédikációjára. És lesznek nagyszabású rendezvények jövőben a reformáció emlékünnepére. Kérdés az, hogy hány helyen tartanak majd bűnbánatot, megvalván, hogy vétkeztünk őseinkkel egyetemben. És újat fogunk kezdeni az Isten dicsőségére. Vallásosság, testvéreim, lesz olyan ez, mint mai nap elmondtam a tiszteletesnek, hogy egy katolikus plébános meséli a kollégájának, hogy te képzeld, repülőn utaztam, aztán nem elég a terrortámadás, a rakéta veszély, egyszer légörvénybe kerültünk, és elkezdett rázkódni a gép. És ott volt mellettem egy katolikus asszony, belekapaszkodott a kezembe, és azt mondta, hogy atyám, végezzen valami vallásos szertartást. És azt kérdezi a kollégája, te mit csináltál? Szóval levettem a fekete kalapom, és rendeztem egy gyűjtést. El is vallásos szertartás, nem testvérek? Valamilyen templomra gyűjtünk, ugye, vagy nem tudom én milyen rendezvényre. Csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mennyit ér a vallásos szertartás a zuhanó gépen. Testvérek, hogy mennyit ér vallásos szertartást végezni egy olyan gépen, amelyik zuhan, és pár óra múlva meg fogsz halni. Na kb. Ennyit ér a vallásos szertartás az ember halála előtt. Semmit. Semmit, drága testvérek. Amikor ég a talpad alatt a kerozin, és a World Center 94. emeletén lógsz az ablakon, akkor ott hiába végzik a vallásos szertartást. Ott egyetlen egy a kérdés. A lógó embernek az ablakon milyen kapcsolata van Jézus Krisztussal? Ha lezuhan, hova megy? Ha lezuhan, hova megy? És tudjátok, hogy mi a problémánk? Néha furcsa hangulatban van ilyen? Az utcát járom egymagamba. Nincsen semmihez se kedvem, ismerős a depressziónak az állapota, nincsen semmihez se kedvem, érzem azt, hogy nincs ez rendben így. És mi a refrén? Bárcsak tudnám, hogy hova megyek én. Tudod, hogy hova mész? Tudod, hogy hova mész? Ha véget ér az életed, tudod, hogy melyik állomáson szállsz le? A vonatnak melyik állomásán?
Testvérek, Hátszegen szoktunk rendezni egy csendes napot július első vasárnapján, amikor nagyon sokan Erdélyből is, Magyarországról is odautaznak, és reggel 9 órától este 7-ig együtt van 600-700 ember, és dicsőítsük az Istent. Ott vannak a megtért románok, 250-en a magyar templomba. Ott vannak a megtért cigány testvéreim, akik hitre jutottak Jézus Krisztusba, kijöttek a büdösségből, a mocsokból. És testvérek, jönnek Romániából a hitre jutott zsidó testvéreim, akik elfogadták Mesiásnak az Úr Jézus Krisztust. Mert a zsidóknak ez a probléma, hogy ők még megfogadták Gamáliel professzor tanácsát a teológián, hogy még várjunk. Várjuk meg, hogy lássuk, és azóta a zsidók ezt csinálják, várnak, miközben már a Mesiás eljött. És testvéreim, lejött, leszoktak jönni a zsidó testvérek, és gyönyörűen felöltözve zsidó népviseletbe, táncolnak, Dávid zsoltárokat énekelnek héberül az úrasztala körül, úgy, ahogy csinálták, amikor kijöttek a Vörös-tengeren, Egyiptomból, és a zsidó rabbi testvérem kérdezte meg tőlem egy alkalommal, hogy Miklós testvér, te észrevetted, hogy mit ír az evangélium, hogy mi előzi meg ezen a földön az Antikrisztusnak az eljövetelét. És nem figyeltem én fel erre, és akkor azt mondta, hogy az Antikrisztus eljövetelét ezen a földön azt írja az evangélium, hogy megelőzi a hittől való elszakadás. Sokakban a szeretet meghidegül. Ismerős Magyarországon? Meghidegül a szeretet. És testvéreim, annyira meghidegült a szeretet, mi már nem bírjuk a szlovákot, nem bírjuk az ukránt, nem bírjuk a szerbet, és meg Miklós testvér, elvették Erdélyt a románok. Értem, ha valaki szembe Trianonért még ma is ott lenne a román vidéken, és járkál, hogy visszaszerezzen dolgokat, akkor én vagyok, nem bírjuk a románokat, nem bírjuk a zsidókat, nem bírjuk a cigányokat, de már a probléma, testvérek, az Magyarországon, hogy már egymás se bírjátok. Már egymás se bírjátok. És testvéreim, el kellene gondolkozni ezen a lelkületen, hogy kitől van ez a lelkület. Honnan van ez a lelkület bennünk? És honnan ered, és mi a gyökere? A szeretet, mielőtt eljönne az Antikrisztus, sokakban meghidegül. És eljön a hittől való elszakadás, és ez a rabbi azt kérdezte, hogy ki tud elszakadni a hittől. Tudjátok ki, testvérek, akinek van hite? Akiben nincs szeretet, abban nincs mi meghidegüljön. Csak abba tud meghidegülni a szeretet, akiben van szeretet. És akinek nincs hite, a hit pedig Isten ajándéka. Azt nem lehet másképp megszerezni, csak kérni az Istentől. És hogyha egyszer megszerezted, akkor testvéreim, mi módon lehet megtagadni a hitet? Mi az, ami ráviszi az embert, hogy megtagadja a hitet? Hogy jut el egy ember oda, hogy megtagadja a hitét? És testvéreim, erről a hit megtagadásról, erre figyelmeztet bennünket ma este Péternek a története. Hogy Péter hogy tagadta meg a hitet, és miért tagadta meg a hitet. A Péter tagadása, testvérek, azzal kezdődik, hogy a Gecsemáné kertben Jézus figyelmezteti őket, és arra kéri,
hogy maradjanak ott, imádkozzanak, mert a lélek kész ugyan, de a test az erőtelen. És ott hagyja őket, amíg ő tusakodik, hogy legyenek imádkozó egyházzá. Hogy legyenek imádkozó egyházzá. És drága testvéreim, én emiatt hiszem azt, hogy a Jelenések könyvébe a nagy paráznán, a fenevadon ülő nagy parázna, azaz Istentől, a vőlegénytől elhajolt egyháznak a képe. Az egyház nem azt csinálja, amit kellene csináljon. Ugyanis az egyháznak Jézus a vőlegénye, nem a világ. Nem a világ. Nekünk nem a világgal kell szövetséget kötnünk, hanem mi hűségesek kellene maradjunk Jézus Krisztushoz, és az egyháznak az a dolga, hogy kapcsolódjon az ő urához, és Jézus egyetlen egy feladattal bízza meg őket, maradjatok itt és imádkozzatok. És mivel ők ez alatt alusznak, ezért amikor jön a cselekvés ideje, akkor mit csinálnak testvérek? Akcióznak. Aki nem imádkozik, az mindig akciózik. Mi történik? Megjön a horda, el akarják fogni Jézust, és elhangzik egy kérdés. Uram, odavágjunk a karddal? Kérdezi az egyik, és annyira elcsodálkoztam, meg se várja, hogy Jézus feleljen, hanem kiveszi a kardot, és levágja a főpap szolgájának a fülét. Mit csinál? Ahelyett, hogy imádkozna, akciózik. Kardot vesz ki, levágja a főpap fülét, és hallania kell Jézustól, hogy fiú, tedd helyre a kardodat. Mert aki kardot fog, az kard által vészel, én ezt nem kértem tőled. Én ezt nem kértem tőled, hogy te ezt csináld, meg te itt kaszabolj. Testvérek, annyi mindent felhozhattam volna az életembe 30 éves koromig Istennek, hogy Uram, én ezt csináltam, azt csináltam, amazt csináltam, és 30 évesen a megtérésemkor jöttem rá arra, hogyha én evel megállok az Isten előtt, hogy mi mindent csináltam addig, Isten egyetlen egy mondattal lerendezett volna. Nem kértem tőled. Én nem ezt kértem tőled, hogy ezt csinált. Én neked egészen más útat szántam. Csak testvéreim, én reggel 8-tól este 11-ig futottam az egyházamért, hogy épüljön, 11 órakor este ettem meg a reggelit is, az ebédet is, a vacsorát is, és éreztem, hogyha ez így megy valahol a cérna, vagy a májamnál, vagy a gyomorfekélyemnél, vagy a vastagbélnél, valahol elszakad vagy a szívemnél, és nem érem meg a 40 évet. És Isten azt mondta, én ezt nem vártam el tőled, én ezt nem kértem tőled. És drága testvérek, a megtérésem után elindult 5 év az életembe, amikor senki nem mert engem meghívni, evangélizálni. A románok egyáltalán nem ismertek, és 5 éven keresztül az életem úgy zajlott, hogy minden hajnalban 5 órakor, ez a magyar idő szerint 4 óra, 5 órától reggel 7 óráig a konyhába, a térdemen beszélgettem Istennek, 2 órát reggel. 7 órától 8-ig a lányaink elmentek iskolába, elkísértem őket, és 8-tól 10-ig a feleségemmel igét olvastunk, énekeltünk, imádkoztunk, és magyarországi idő szerint 9 órakor kinyitottuk a parókia ajtaját, és átléptük a küszöböt. Testvérek, volt erő. Mert az erő nem az akciózásban van. A győzelem nem attól függ, hogy mennyit futsz, hanem az erő, tudjátok, hogy mibe van? A Krisztussal való hívő élet
kapcsolatától, annak mélységétől függ. Mennyire mély a kapcsolatod az élő Istennel, a vezére? Érted-e azt, hogy mit akar? Emlékszek, testvérek, arra a parókiára, ahova egy fél óra alatt 9 ember szokott feljönni, a megtérésem után 4 hónapig nem tette be a lábát senki. Az egész faluba elterjedt, megtért a pap, nagyon nagy baj van vele. És be nem nyitotta 4 hónapig senki az ajtót. Na ez az idő volt, az az idő, amikor én a kanapén feküdtem 4-5 órát, és 4-5 órát beszélgettem az Istennel. És emlékszek, elővettem a vezérfonal szerint, mert én nem találom rá, a Biblia nem jóskönyv, hogy ide csapom ki, meg oda csapom ki, hanem a vezérfonal szerint olvastam az igét, és ezzel kezdődött az ige, az első igém, amit Isten szólott, hogy fiú, ott voltál, amikor a fiastyúkot megalkottam, nem voltam ott, Uram. Hát, amikor a cethalat teremtettem, hogy játszodjak vele, ott voltál? Akkor se voltam ott. Hát, amikor a föld alapjait megvetettem, ott voltál, és elválasztottam a vizeket, nem voltam ott, Uram, és azt mondja az Úrnak, akkor ülj les, hallgass, elmondom neked, hogy mi volt. És testvérek, elkezdte az Isten 4 hónap alatt átértékelni az 5 év teológiát. Drága testvérek, Pálnak csak egy damaszkuszi úti ő már elvégezte a teológiát. Gamáliel iskolájában, neki csak itt egy fordulat kellett. És csak egy fordulat kell, és az Isten elmondta, hogy mindezt miért teremtette, elmondta, hogy mi a célja velem, és elmondta a testvérek nekem a stratégiát, hogy mit kell csináljak. Hogy mit kell csináljak. De drága testvérek, ezt csak annak tudja elmondani, aki leül a lába alá. A lába elé. És kész meghallgatni őt, hogy elmondja, hogy hogy kell elfoglalni Jerikót, hogy kell elfoglalni Ait, hogy kell bevenni a Kánaán földjét, mit kell csinálni az ott lévő népekkel, kell-e ökumené vagy nem, kell-e szövetkezni vagy nem kell szövetkezni, testvérek, elmondja az Isten minden helyzetbe. És akkor küldte el Isten hozzám egy román parasztprófétát, Tyúk Péter barátomat, a legnagyobb, legáldottabb evangélista a román területen, és bejött hozzám, és mondtam, hogy gyűjjünk össze imádkozni, imádkozzunk Hátszeg ébredéséért, a románok megtéréséért. Elindult 300 emberért az imádkozás, akik által Isten elvégzi a román területen a győzelmét. Bementem, letérdeltem az Úr elé, és azt mondtam, hogy én benne akarok lenni a 300-ba, a Gedeon seregébe. És eljött ez a Tyúk Péter barátom, és azt mondja nekem, Miklós testvér, te észrevetted a Bibliába, hogy az Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetében az Úr körül álló szeráfoknak a szárnyai nem szimmetrikusak. Mondom, micsoda? Mire néz ez a Petrike Geine barátom, hogy a szeráfoknak a szárnyai nincsenek, nem szimmetrikusak? Hát mondom, Petrike testvér, hogy kellene legyenek az angyaloknak a szárnyai? Hát azt mondja, nézd meg, 6 szárnyuk van, 2 kellene legyen lefele. Azt mondja, takarja a lábukat, ott írja. Azt mondja, 2 kellene legyen oldalt, és 2 kellene legyen a 6-ból fenn. És mondom, hogy vannak a szárnyak? Azt mondja, 4 van fenn, és 2 van lent. És mondom, hogy ez miért érdekes? Miért van így? Azt mondja, azért, mert ők közel vannak az Úrhoz nagyon, és tudják a leckét, neki 2-szer annyi az imádás, mint amennyi a futás. Drága testvérek, mennyit futtok, mennyit szaladtok, mennyit akcióztok, mennyit csináltok, és mennyit vagytok imádatban.
Nem az van, hogy sokat hordtatok, és kevés lett? Nem az van? Sokat gyűjtöttél, de nem sokat ért. És az ige azt mondja, de akit az Isten szeret, annak álmába is eleget ad. Azt az Isten álmába is megelégíti. És testvérek, rá kellene már jönni, hogy az áldás nem az akciózásunktól, meg a talpra esettségünktől, meg az ügyességünktől függ, hanem az áldás az Istentől függ. És drága testvérek, ezzel kezdődött a Péter bukása. Hogy Jézus azt mondta, hogy maradj itt és imádkozz, ő pedig azt mondta, hogy nem akciózok. És testvéreim, a nagy akciózásban nőtt az egója. Sikereket ért el, mint én. Dicsérte a falu, dicsérték a tanítványok, dicsérte a nép. És nőtt az egója, és amikor Jézus azt mondja, hogy ezen az éjszakán mind elhagytok engem, és magamra hagytok engem, akkor Péter a következőt mondja. Úr Jézus, én nem tudom, hogy mi a véleményed neked ezekről a hívőkről itt, de tudd meg, hogy ezek nagyon gyengék. Tudd meg, hogy ezekre nem lehet számítani, amikor baj van, de én Péter a féltéglával. Én Péter a nagy profi hívő. Én majd megmutatom neked, hogy amikor majd arról lesz szó, hogy veled a börtönbe menjek, vagy veled meghaljak, én kész vagyok veled menni a börtönbe. És kész vagyok veled meghalni. És testvérek, ugyanez az ember, aki ezt mondja, 4 óra múlva azt mondja, hogy nem ismerem őt. És semmi közöm nincsen hozzá. Hogy van az, testvérek, hogy vasárnap még hozsannát kiáltunk, nagypénteken meg feszizsmeget kiáltunk? Mi bebízott ez az ember a nagy egójába? A bukásnak, testvéreim, mindig az önhitség a gyökere. Ezért mondja az 1 Korintus 10:11, hogy nagyon vigyázzon az, aki azt mondja, hogy áll, hogy nehogy valami módon el ne essék. Tudjátok, hogy mit hiszek itt ma este Bódva Szilason a szószéken? Hogy nekem ezen a mai napon ugyanúgy szükségem van Jézusra, hogy megmaradjak, mint volt 98. február 23-án, amikor hitre jutottam. Jaj neked, ha függetleníted magadat tőle, és azt hiszed, hogy te már vagy olyan profi hívő, hogy neked Jézus nélkül is megy. És Jézusnak nem kell más csináljon, csak mint pincsi kutya utánad menjen, és megvalósítsa a te nagy terveidet. És drága testvéreim, itt jön sok embernek az életébe a törés, a vallásos ember életébe, hogy én annyit mentem, annyit jártam, annyit csináltam, és az Isten nem válaszol erre semmit. Hát az Isten miért nem csinálja meg a maga oldalát, a maga feladatát? Azért, testvéreim, mert az Istennek nem a teljesítményeit kellenek, a produkciót kell, hanem az Istennek te kell lesz saját magad. Téged szeret az Isten. És neki te kell lesz. Nem a dolgait, nem a produkcióit. És Péter ebben az önhitségében elindul, és testvéreim, azt írja a Biblia, hogy ő ugyan nem futott el azon az estén, amikor a többiek ott hagyták Jézust, hanem követte Jézus, de távolról, messziről. Na most testvéreim, mi is követjük Jézust valami módon, csak az a kérdés, hogy milyen távolságra vagyunk tőle.
Ez a nagy kérdés. Mennyire vagyunk közel Jézushoz? Mert én láttam azt a Ceausescu diktatúrába, hogy Erdélybe a lelkipásztorok tudták azt fenn a szószéken, hogy mi az, mennyi az, ameddig elmehetek, és mi az, amit ha most kimondok a szószéken, akkor hónap jön utánam a fekete autó. Volt egy határ, testvérek, ami nem volt kimondva, de érzékelhető volt, és mindenki tudta azt, hogy ezen a határon, ha tovább megyek, akkor vagy eltüntetnek, vagy elzárnak. Drága testvérek, a Krisztus követésében is van ilyen határ. És minden ember tudja azt, hogy mibe kerül neki a Krisztus követése. Én nagyon jól tudtam azon az estén, amikor a vizsgálóbizottság elé vittek, hogy nekem a tét a palástom. Az, amiért 3 évet kínlódtam, hogy bejussak a teológiára, aztán 5 évet minden este 2 óra, 3 órakor a könyvtárból a könyv mellől feküdtem le, mert testvéreim, én komolyan vettem a lelkészi szolgálatot, és a diplomámban az a 975-ös média majdnem színjeles, az nem véletlen. Az nem véletlen. És tudtam azt, hogy ha átlépek egy határt, akkor én a megélhetésemmel, a családommal, a jövőmmel játszok, de Isten azon az estén elvégezte bennem azt, hogy oda tudtam tenni a Krisztus kezébe. És másnap el tudtam venni a Krisztus kezéből megszentelve, és én tudom, hogy nekem azóta olyan palástom van, amelyik megjárta a Jézus kezét. Drága testvérek, minden ember tudja azt, hogy a Krisztus követése neki mibe kerül. Ezért jönnek hozzám fiatalok evangelizáció után a templomajtóba, hogy lelkész uraim, megtérek, még sört ihatok. Olyan jó tudja, hogy mivel jár. Lelkész úr, én még rockzenét hallgathatok, mert tudja, én olyan vagyok, hogy zene nélkül mit érek én. Ránéztem, mondom, nem sokat ér zene nélkül. De Jézussal nagyon sokat érnél. Jézussal nagyon, ha Jézussal elindulnál, felértékelődnél azonnal. És drága testvérek, annyira jól tudja itt mindenki, hogy a megtéréssel el kell hagyni a parázna kapcsolatokat, a megtéréssel el kell hagyni a piás barátokat, a megtéréssel el kell hagyni a rafinált csaló útakat, lehet, hogy ebből gazdagodtál meg mostanig. Minden ember tudja, testvérek, de beszéltem a gazdag ifjúról, aki semmit nem akart fizetni a Krisztus útjáért, hadd szóljak akkor Zákeusról, aki azt mondta, ő is gazdag volt, de ő azt mondta, hogy hadd jöjjön Jézus, kerüljön, amibe kerül. Hadd jöjjön Jézus, nekem kell Jézus, és nem érdekel, hogy mibe kerül. Kerüljön, amibe kerül, mert én többre tartom, azt mondja a hithőseiről a zsidókhoz írt levél, hogy többre tartották a Krisztus népével való gyaláztatást, mint Egyiptomnak a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Drága testvérek, mindannyian követjük valami módon Jézust. Az a kérdés, hogy mennyire vagyunk közel hozzá. Mennyire vagyunk közel hozzá, és mennyire távolodtunk már el tőle. Péter követte Jézus, de távolról, egy olyan távolságról, amiről tudta, hogy ebből nekem nagy bajom nem lesz, ha ilyen messziről követem Jézust. Bemegy a főpapnak az udvarába, leül egy olyan tűz mellé, amely mellett az ő lelke nem melegedett. Az ő lelke, tudjátok, hogy melyik tűz mellett melegedett? Amelyik pünköskor égett Jeruzsálembe. Az volt az igazi tűz neki.
a Szentléleknek a tüze, ami melegítette, felmelegítette a lelkét, és örömet, békességet adott neki. Az volt az a tűz, amelyik az ő tüze volt. Ő leül egy olyan tűz mellé, amelyik mellett fázik, és akkor kiderül az, hogy ő mondhatott valamit Jézusról, ott a tűz mellett. De nem a teljes igazságot. Lehet, hogy azt mondta, hogy miért bántjátok, nem hibás. Semmi rosszat nem követett el. Miért csúfolkodtok vele? Miért veritek? Valamit kellett mondjon Jézusról, mert valaki egyszer megszólal és azt mondja, hogy ne mondd azt, hogy nem vagy vele, mert még a te beszéded is elárul téged, hogy hozzátartozom. Drága asszony testvérek, drága férfi testvérek, miről árulkodik a te beszédet? Miről árulkodik a te beszédet? Egy asszony írta fel a YouTube-on, az egyik gyülekezetbe evangélizáltam, hogy ezt a lelkész nem lehet hallgatni, ez keményen beszél. Megkérdeztem a lelkésztől, ahol szolgáltam, hogy mondd már meg, ki ez az asszony. Filmeznek ezért, nem mondom el, hogy ő hogy beszél otthon, jó? Az anyósával, a menyével, az unokáival, Bódis Miklós keményen beszél, igaz? De te hogy beszélsz otthon? Te hogy beszélsz otthon? A te beszéded miről árulkodik? Amikor baptista gyülekezetekbe szolgálok, mindig megkérdezem, hogy ki van bemerítve. Felemelik nagyon sokan a kezüket, és akkor rákérdezek, hogy amikor bemerítettek, a szádba engedtél vizet? Na erre kipirosodnak a testvérek. Mondom, akkor ez azt jelenti, hogy a nyelvedet nem érte víz. Az nincs bemerítve. Be van merítve, testvérek, a nyelvünk? Oda van adva a nyelvünk, mert azt mondja, hogy olyan, mint a hajó kormánya, kicsi, de az egész testet képes tűzbe borítani. Az egész testet, és Jézus azt mondja, hogy nagyon ügyelj, mert a te beszéded szerint ítélnek el téged, vagy a te beszéded szerint mentenek fel téged. Mondott ő valamit, de nem mondta el az igazat. Nem mondta el a teljes igazságot, ami az lett volna, hogy én hozzátartozom. Én vele vagyok. Azt mondják róla, hogy a te beszéded is elárul téged. És akkor történik, drága testvérek, valami megdöbbentő. Péter elkezd átkozódni, és Péter elkezd szitkozódni, esküdözni. És figyeljetek meg valamit. Abban a pillanatban, amikor Péter elkezd esküdözni, átkozódni, szitkozódni, ebben a pillanatban a világ békét hagy Péternek. Többet nem piszkálják, többet nem kérdezik, többet nem háborgatják, addig háromszor egymás után. Nem tud, nézzétek meg, nincs nyugta tűz mellett, kapunál, mindenhol belekötnek. Mikor elkezd szitkozódni és átkozódni, ebben a pillanatban békén hagyják. Igen, Péter, hát te tudsz így is beszélni? Te tudsz a világ szerint is beszélni? Na most már békédet hagyunk, mert tényleg meggyőződtünk afelől, hogy te nem tartozol hozzá. Mert ha hozzá tartoznál, akkor te nem így beszélnél. Akkor te nem tudnál így beszélni. És drága testvérek, ebben a pillanatban, amikor Péter esküdözik, átkozódik, káromkodik, ebben a pillanatban megszólal a kakas. Ez egy olyan szabadtéri evangelizáció volt, testvérek, azonnal csütörtök estén, hogy az Úr Jézus Krisztus egy kakast hívott meg énekelni.
Az én Bibliámban szó szerint ezt írja, nem azt írja, hogy a kakas kukorékolt, nézzétek meg. Nem azt írja, hogy a kakas kukorékolt, hanem azt írja, hogy a kakas énekelt. És én sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mit énekelhetett a kakas, hogy Péter magába szállt, és az Úr elmondta nekem az éneket, hogy melyik éneket énekelte azon az estén a kakas. Azt az éneket énekelte, hogy aki hozzám fordul, az ki nem vetem. Ezt ígérte Jézus néked és nekem. Péter, látod sok a bűnöd, nem bírod tovább, jöjj az Úrhoz, számít rád, megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek, veled marad mindig, hogyha akarod, félelemre nincs okod. És ebben a pillanatban, ahogy a kakas énekelt, Péter odafordult, ránézett Jézusra. És a Biblia azt írja, hogy Jézus is ránézett Péterre. És a két szem találkozott egymással. A Jézus szeme és a Péter szemei szembenéztek egymással. És drága testvérek, Péter valami olyat látott Jézus szemébe, ami őt arra vette rá, hogy felkelt, és sírva kiment a sötétségbe. Tudjátok, mit látott Péter Jézus szemébe? Hogy ez a Jézus engem még mindig szeret. Ez a Jézus tudta rólam már előre azt, hogy én meg fogom őt tagadni, és nekem akkor azt mondta, hogy Péter, te azért idővel megtérvén, a többieket majd erősítsd. A többiekbe majd önts erőt. És az asszonyoknak pedig azt mondja a sírnál, menjetek, és mondjátok el a tanítványoknak, de Péternek is, neked is. Mit kellett elmondani speciálisan Péternek? Hogy neki is mondjátok-e. Azt kellett elmondani, hogy Péter, a tagadásért nem mondott le rólad az Isten, hallotta, mikor megtagadtad őt. De nem mondott le rólad az Isten, hanem neked el kell menni Rómába, és Rómába azt kell elmondani a hívő testvéreknek, hogy testvérek, én vétkeztem a legnagyobbat, megtagadtam az Isten fiát, de ő nekem még adott egy esélyt. Ez az evangélium, Péter, amit neked mondani kell, hogy elbuktál, elestél. Drága testvérek, szeretném nektek elmondani, hogy nekem se megy mindenkor minden tökéletesen. Rengeteget bukok. És rengetegszer esem el, de mindig lehajol értem a kegyelem. És a hívőknek a kiváltsága ez, amit Mikeás 7-ben ír, ne örülj én ellenségem, mert elestem, de felkelek. Az a kiváltsága az Isten népének, hogy fel tud kelni, mert az Úr az én világosságom. Ezért tudok felkelni. Mert van Istenem, aki a térdre esek, ha elterülök, engem felemel, mert nekem meg kell érkeznem a célhoz, mert ő szövetséget kötött velem, hogy ő bevisz az ő dicsőséges országába. Szembenéztek egymással, találkozott a tekintetük, és Péter kiment a sötétbe sírva. Drága testvérek, a tiszteletes említette a tegnap este, ő tudja rólam azt, hogy én, amikor evangelizációra megyek valahová, románok közé, magyarok közé, ukránok közé,
Engem annyira nem érdekel, hogy hányan vannak a templomba. Tudjátok, hogy miért? Mert amikor engem Isten elküldött a misszióba és a szolgálatba, és én megláttam, hogy hányan vannak azon a helyen, ahova küld, akkor én azt mondtam az Istennek, hogy Uram, te nem látsz? Nem látod, hogy ott 40 nyugdíjas van? Ott 9 vannak abban a gyülekezetben, ott meg csak 3, ott meg 2. És másnap reggel az Isten az igébe válaszolt. Az etióp kincstárnokon keresztül, Bódis Miklós, én téged nem 3 küldelek. Én tégedet nem 9 küldelek, én téged mindenhova csak 1 küldelek. 1. Én Bódva Szilasra 1 emberért jöttem el. Feleségemmel. Mert ha egyetlen egy ember megtalálja az Isten országát, és a bűneinek a bocsánatát, sokkal nagyobb öröm van a mennybe, mint ezen az egész templomon, akik azt mondják, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. Annak nem örül a menny. A menny annak az egy embernek örül, aki ma este itt úgy van, hogy azt mondja nekem, nagyon kell Krisztus. A menny azt az egy embert keresi, akinek elképzelhetetlen, hogy ma este úgy menjen ki az ajtón, hogy ne tudja, hogy Krisztus vele megy, és van megváltás, mert ha kimegy nélküle az ajtón, pusztulásba megy az élete. Az Isten azt az egy embert keresi itt közöttetek, aki ebben az állapotban van, aki még mindig saját magába, meg az önteltségébe bízik, azt elengedi az Isten, hadd menjen. Istennek az az egy kell, te kell lesz. Akinek ma elképzelhetetlen az, hogy innen nélküle menjen tovább. Mert tudja, hogy ha ma este nélküle megy tovább, akkor mindennek vége. És testvérek, 2007-től, mióta Isten kihívott Magyarországra, és a Kádpárt-medencébe végezzük a missziót. Én annyi embert láttam mosolyogva elmenni templomból, zsebre dugott kézzel kijönni visszahíváskor az úrasztalához. Én keresek egy embert Magyarországon, aki egy este úgy megy ki sírva a templom ajtón, és úgy lép be a sötétségbe, mint Péter, aki keserves sírásra fakadt, hogy Uram, ki vagyok, és hova jutottam. Ki vagyok tulajdonképpen, és hova jutottam. Nem látok síró embert, aki sír a bűnei miatt, aki bánja bűneit, testvérek, mert egészen más a bűntudat, és egészen más a bűnbánat. A bűntudat és a bűnbánat. Drága testvérek, befejezésül talán még csak annyit, hogy mit gondoltok, mi az, ami elszakít ma bennünket az Isten szeretetétől? A rabbi testvérem azt mondta, hogy a hittől való elszakadás az az Antikrisztus eljövetele előtt lesz. Sokszor kérdezik tőlem, hogy Miklós testvér, mi lesz majd a nagy nyomorúság idején, meg ha megjö az Antikrisztus. Tudjátok, mit hiszek, testvérek, hogy mi lesz? Majd az Antikrisztus fogja rendbe tenni a hívőket. Akkor majd felébredünk lehet. Majd, amikor jön a nagy nyomorúság, meg jön a próbatétel, akkor lehet, hogy némelyek majd felébrednek, csak nehogy késő legyen az ébredés. Nehogy akkor kapkodjunk majd olaj után, és ne legyen olaj a korsóba, testvérek. Az Antikrisztus eljövetele előtt lesz a hittől való elszakadás,
És drága testvérek, tudjátok, hogy mit látok, hogy ma emberek hogy szakadnak el a hittől? Mi az, ami elszakítja az embereket a hittől? Elaludni a nagy melegbe lehet. Elaludni a kényelembe lehet. Elaludni a jólétbe lehet, a puha ágyba, a puha fotelbe. Elmondtam a tiszteletesnek ma az vacsora előtt, hogy ma este én is nyugodtan ülhetnék otthon, s nézném kanapéból melegbe a Duna TV-t. És hogy hogy ég a kandallóba a tűz. Mit keresek én itt? A testvérem mondta el Kiskörösről, aki elutazott idáig. Azért vagyok itt, testvérek, mert én is olajt gyűjtök. Én is olajt gyűjtök, és folyik az olajgyűjtés, és nem feküdhetek le. És nem aluhatok, mert belealszom a kényelembe, meg belealszom a jólétbe. És áldott az Isten, hogy ilyen feleségem van. A kislányaink egyszer szóltak, hogy édesapa, mi már nem bírjuk, vagy 5000 ember jelentkezett a Facebookon, hogy hol prédikálsz, merre jársz, ugye? Ezt csináljuk a Facebookon, a CIA köszöni szépen, úgy tudja, hogy hol van a televízió a szobádban. Tudja, hogy mikor vagy elmenve a tolvaj Görögországba nyaralni, fel van téve a Facebookra, nyugodtan jöhet lopni, ugye? Tudja, hogy nincs otthon senki. Azt is tudja, hogy a 2 éves gyerekednek milyen torta volt, meg mi volt a torta tetején. És azt mondják a kislányaim, hogy édesapa, hát nyisd te is egy Facebook oldalt. Megnyitották a Facebook oldalt, mert én nem tudok, én a számítógépen, testvérek, annyit tudok, hogyha küldesz nekem egy levelet, akkor egy napon belül replizek neked. A replit tudok küldeni. Mondták a lelkész kollégák, hogy Miklós, van ott egy olyan, hogy komposz-e. Aval írnak levelet. Hát testvérek, én bementem, ahogy beütöttem az e-mail címet, mikor a kukacot odaütöttem, pirosra gyújt ki. Nem engedi, hogy levelet ír. Nem tudom, mi van vele. Úgyhogy ennyit tudok, replizni tudok a számítógépen, úgyhogy a lányaim megcsinálták a Facebook oldalt. Be is jött az 5000 ember, Miki bácsi hogy van, merre jár, mit csinál, imádkozzon értünk, aztán megjelentek testvérek, hívő családok bikinibe a Görög-tengerparton. Nagyon szép volt a kilátás. Ugye, mutatom a feleségemet a Facebookon levetkőzve. Aztán jött naponta 80 ige nyuszival, kaporral, meg nem tudom én mikkel, ugye, én azt mondom, hogy elég egy ige egy napra, csak az menjen jó mélyre, és egyszer szól a feleségem, és azt mondja, hogy Miklós, a 10-et. Ránézek, mondom, milyen 10-et? Azt mondja, 2:40 egy nap, ami eddig az Istenre ment, az most a Facebookra megy. Mondom neki, csak választ írok azoknak, akiknek csak replizek, mert más nem tudok rajta. Csak hogy drága testvérek, a replivel elment a 2,5 óra. És egyszer azt vettem észre, hogy amit addig az Úrral töltöttem, azt most a Facebook előtt töltöm. Úgyhogy január 1-től lezártam a Facebookot 1,5 éven belül. Testvérek, beírtam oda, hogy remélem, hogy az lesz vele, mint a Szovjetunióval, meg Amerikával, mert egyszer minden hatalom össze fog omlani. Jött 15 üzenet. Mi nem tetszik? Megjobbítjuk a szolgáltatást. A Hátszegi medencébe a UPC-t egy baptista prédikátor testvérem letiltotta, azt mondta, hogy nem kell. Jöttek hozzá a UPC-sek, lelkész úr, 1 évig adjuk ingyen. Aztán 1 év múlva beszélünk. Testvérek, ha azt fogjátok mondani, eddig itt áll, többet nem kell ital, hozni fogják ingyen. Nem cigizek többet. Eddig adtál érte minden nap 1000 forintot. Nézd meg, hozni fogják ingyen a cigit.
Nem tévézel? Jön a kábel szolgáltató társaság, adjuk ingyen, amiért eddig pénzt adtál. És testvérek, a 15. üzenet után megjelent egy kis kocka, és ott fel kellett jó tegyem a szemüveget, és megnézem, az volt odaírva, hogyha ezt a kockát nem x-elem be, akkor egy héten belül a Facebook újra aktiválódik. Fordítsam magyar nyelvre. Ha el akar szakadni a világtól, nem fog könnyen menni. Nem fog könnyen menni. Nem engedi el a világ azt, ami a te idődet, a te erődet, a te figyelmedet elveszi, és ne talán odaadja Jézusnak. És drága testvérek, ma este vizsgáljuk meg nagyon őszintén az életünket. Mennyit töltünk el telenovellák előtt? Mennyit töltünk el foci meccsek előtt? Mennyit töltünk el a Facebook előtt, az internet előtt? Mennyit töltünk el a kávék mellett? Mennyit szánunk oda a pletykára? És hadd kérdezzem meg, hogy mennyit ülünk egy nap a Jézus lábánál? És hadd kérdezzem meg, hogy ti mennyit imádkoztok egy nap? Erdélyben erre a kérdésre azt mondják, hogy annyit imádkozunk. Mondom, mennyit? Annyit. Mondom, akkor tessék imádkozni. Ja, nem tud. Hát aki annyit focizik, az már csak tud focizni, nem testvérek? Aki annyit imádkozik, azt ha felkérik, akkor tud imádkozni. Mennyit imádkozunk, testvérek? Tudjátok, hogy hogy kezdődött el a finn ébredés? Úgyhogy, amikor már vége volt az ébredésnek, akkor a református lelkészek összeültek egy templomba hálát adni, kiértékelni, imádkozni, és egyszer kinyílik egy ajtó, és középen bejön egy 84 éves kis mami bottal, szembefordul a lelkészekkel, és azt mondja, drágáim, vegyétek le rólam a böjtnek meg az imádságnak a terhét, mert már nem bírom. A lelkészek szembenéztek egymással könnyes szemmel, és megértették, hogy honnan jött az áldás. Mit mond az Isten? Keresek egy embert, aki odaáll a résre. Kerestem egy embert, aki odaáll a résre Magyarországért, a magyar nemzetért, a református egyházért. Keresek egy embert, aki letérdel a résre. És kapott egy 84 éves kis mamit. És dőltek a kalászok. És lett áldás. Lehet, hogy szementet már nem tudsz hordani. Lehet, hogy követ meg gerendát már nem tudsz vinni, de egyet még mindig meg tudsz tenni, le tudsz térdelni. És az Isten ezt az embert keresi. Mert testvéreim, ha nem térdelünk, akkor akciózunk. És Izraelnek, mikor megszabadult, két esélye volt. Azt mondta az Isten, vagy azt csináljátok, amit Egyiptomban, hogy lábbal tapottok, hajtottok, és emelitek a Nílus vizét kifele öntözésre. Ez a rabszolgamunka volt, testvérek, hogy a lábbal hajtották a vizet. De azt mondja Isten, az a föld, amelyre bemész, az nem ilyen. Azt eső áztatja. Az Úrtól jövő eső áztatja. De testvérek, az esőért meg mit kell csinálni? Izraelbe térdelni kell. El kell kérni az Úrtól. Két lehetőséged van, vagy tapodsz, kínlódsz, futsz, s végzed a rabszolgamunkát, vagy pedig térdelsz. És testvérek, ha nem térdelünk, akkor előbb-utóbb eljutunk a tagadáshoz. Eljutunk a tagadáshoz,
és nézzétek meg, hogy a tagadást nem tudja elviselni a lelkiismeret. A tagadást nem tudja elviselni a lelkiismeret. Nem tagadhatod meg soha azt, hogy magyar vagy. Nem tagadhatod meg, mert nem tudja elviselni a lelkiismeret. És nem tagadhatod meg azt sem, hogyha keresztény vagy. Mert nem tudja elviselni a lelkiismeret. És nem tagadhatod meg azt, hogy a Krisztusé vagy. Ezért mondja az ige, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. Ő saját magát meg nem tagadhatja, és neked tudnod kell azt, hogy van egy hely, a Golgotai kereszt, ahova mindig vissza lehet menni. Akármilyen távol kerültél tőle, akárhogy tagadtad, akárhogy kerülted, egyszer mindig oda kell visszamenni. De olyan jó tudni azt, testvérek, hogy az Isten ma este is vár. Ma este nézz bele a Jézus szemébe. Nézz bele a Jézus szemébe. Nézz szembe Jézussal. Merj szembenézni vele. És meglátod benne az arcodat, mert Isten őt azért küldte, hogy az ő dicsősége felragyogjon a Krisztus arcán. És téged pedig azért rendelt, hogy az ő dicsősége pedig a te arcodon tükröződjék vissza. Hogy lássa ez a világ a jó cselekedeteiteket, és dicsőítse a ti mennyei atyátokat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ma este szeretnénk azt cselekedni, amit a Gadarai akart, hogy melletted maradhasson. Szeretnénk azt cselekedni, amit a vak meggyógyítottól kértél, hogy követhessen téged, hogy feltekinthessen rád, hogy szüntelen láthasson téged. Szeretnénk, Uram, szoros kapcsolatban maradni veled, hogy nehogy valami módon ennek a világnak a gyönyörűsége, szeretete, Uram, ennek a világnak a becsapó dolgai elvonják a mi figyelmünket és a mi szívünket. Uram, hadd ne szeressük ezt a világot, se ami ebbe a világba van, mert ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, és csak aki a te akaratodat cselekszi, és annak engedelmeskedik, az marad meg örökké. Ezért, Uram, adj nekünk mennyből jövő erőt, hogy bármibe is kerüljön a te követésed, hadd maradhassunk közel hozzád, s hadd kövessünk téged életünk végéig. Tarts meg minket a te szeretetedben, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.